Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mit álmodik rólad, vagy álmodozik-e rólad. Itt látható ez a kulcs. Légy magabiztos. Ez a kulcs jelenti az ő magabiztonságát is. Ő ezzel a kulccsal lezár valamit. Ez lehet egy munkahelyi változás, hiszen itt a horgony jelenti a munkát és a hivatást. A párkapcsolatot illetően ez a horgony jelenti a biztonság érzetét. És te is biztos lehetsz abban, hogy szeret téged, hiszen itt megjelenik a szív. Ezzel a kulccsal majd kinyit valamit. Nyitottabb lesz a munkáról beszélni, nyitottabb lesz a szerelemről beszélni. Itt a koporsó azt jelentheti egyrészt, hogy lezár bizonyos dolgokat. Például ezzel a kulccsal. Az emlékeket, vagy egy volt kapcsolatot, vagy a félelmeket. Amint a koporsó még jelenthet, ez a múlt. Az is lehet, hogy kettőtök között van egy kármikus szerelmi kapcsolat, mert ismeritek egymást a korábbi életetekből, és megvan ez a lelki kapcsolat kettőtök között, vagy megvan a telepátia. Itt ez a kereszt jelenti a hitet. Erősíteni kell a hitet, hogy így lesz, hogy lesz egy szerencsés fordulat, ami itt látható, hiszen jelenti a változásokat. Ő látni akar téged, mert azt akarja, hogy a sors utatok újra kereszteződjön. Fontos döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt nyitott erre, ez lehet munkahelyi változás, változik valami a párkapcsolatban, és a gólya is a változásokra utal. Átnyújtja számodra ezt a virágcsokrot, ez lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. De ő is megjelenik itt a kirakásnál, ő is fontos, hiszen nála is vannak elvárások. Elvárja azt, hogy te is gondolj rá, hogy legyen egy meghívás, vagy elvárja azt, hogy feltekints rá, megbíz benne, dicsért őt. Tehát ő magabiztos, lesznek változások, találkozás, itt van a biztonság érzete, régi témák lezáródnak, ő szeret, itt lesz egy kellemes meglepetés vagy ajándék, de neki is vannak elvárásai. Tehát ezekről az álmokról van jelenleg szó. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!